Szép jó napot kívánok mindenkinek, főleg nektek felsőtárkány óvodások, hiszen egy nagy alkalomból gyűltünk most itt össze. Nagy örömünkre szolgál, hogy végül elkészült a közlekedési udvarunk, amire már nagyon-nagyon régóta várunk, és nem sokára birtokba is vehetitek. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves megjelent vendégeinket, dr. Juhász Attila Simon polgármester urat, Hegyiné Kerté Zsuzsanna jegyzőasszonyt, Kapuvári Csaba képviselő urat, Sütőné Majnár Marianna és Tihi Rita kedves szülőket, Bódi Zsolt vállalkozó urat és a rendőrkapitányság részéről Erdélyi Róbert urat is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm, valamint a megjelent tévés vendégeinket, akik megtiszteltek bennünket, hogy eljöttek ma az átadónkra. Nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal ma itt összegyűltünk, és átadhatjuk ezt a közlekedési udvart, ami a szüleitek segítségével és Bódi Zsolt úr vállalkozó segítségével jöhetett létre. És átadnám a szót polgármester úrnak. Szervusztok gyerekek, én is köszöntelek benneteket. Ez a kis közlekedési park és a hozzátartozó eszközök, majd táblák és a festés, ez most már a tiétek, de ti láttátok ezt, amikor elkezdődött az építkezés, és láttátok azt is, ahogy folyamatosan készült. Ez nektek készült, azért készült, hogy megtanuljatok itt az óvodában úgy közlekedni, hogy amikor nagyobbak lesztek, biztonságosan eljussatok az általános iskolába, és haza is tudjatok közlekedni először a szüleitek, utána pedig szüleitek segítségével, utána pedig egyedül. Ez a kis közlekedési park, ezek száraz számok, és inkább azoknak a vendégeinknek mondom el, akik esetleg nincsenek tisztában vele, durván egy 1,5 millió forintos beruházásnak az eredménye, amiből 400 000 forintot a szülői munkaszervezet állt a jótékonysági bál bevételéből, körülbelül 100 000 forint értékben a Felsőtárkányi Nonprofit Kft. Végzett itt a munkákat, de a munka oroszlán részét, kétharmadát, közel 1 millió forint értékben az Bódi Zsolt úrnak köszönhetjük, a Bódi Művek Kft. Ügyvezetőjének, az ő ajándéka ez nektek, az ő ajándéka ez a Felsőtárkányi óvodának, egy helyi adófizető vállalkozó, aki fontosnak tartja azt, hogy azon a településen, ahol a vállalkozása működik, társadalmi szerepvállalás keretében segítse az intézményeket és a települést. Ezt vehetitek most birtokba, hát sok sikert kívánok itt a közlekedési bulihoz, jó szórakozást, és használjátok egészséggel, tanuljátok meg minél jobban, hogy hogyan kell szabályosan és biztonságosan közlekedni, és segítsétek majd a kisebbeket is ebben. Jó szórakozást és kellemes egészségedre! Nyári szépen kívánok is előre is! És Erdélyi Róbert alezredes úr pedig a Heves megyei rendőrfőkapitányság, illetőleg a Heves megyei baleset megelőzési bizottság nevében is hozott nektek ajándékot, amit majd itt meg fognak kapni a nagyok, és kipróbálhatják ezeket az eszközöket. Robi, egy pár szót esetleg közlekedési biztonságról. Így van, én is üdvözlök mindenkit. Ahogy polgármester úr is elmondta, nagyon-nagyon fontos elkezdeni már óvodáskorban a közlekedési nevelést, hiszen óvodásokként is, akár utasként, akár gyalogosként, akár kerékpárosként is már azért részt vesztek valamilyen szinten a közlekedésbe. Nyilván még nem önállóan, hanem azért szülői segítséggel. De nagyon fontos tudni azt, hogy akár utasként, akár gyalogosként, akár kerékpárosként ugyanúgy vonatkoznak rátok a közúti közlekedési szabályok. Ahhoz, hogy ezt ténylegesen majd a felnőtt vezetőként abszolút módon tudjátok, ahhoz elengedhetetlen az, hogy ezt már óvodáskorban elkezdjük, illetve elkezdjétek. Erre kiválóan alkalmas lesz ez a pálya, ahol különböző közúti közlekedési jelzésekkel, különböző jelzőtáblákkal, láttam itt már tárcsákat, ami a forgalomirányító fényjelző készülékekkel, illetve azokhoz hasonló. Ezekkel meg fogjátok tanulni ezeket az alapvető szabályokat, és biztos vagyok benne, hogy ennek folyamányaként majd biztonságosan fogtok közlekedni. Mindenkinek jó birtokba vételt kívánok, kellemes gyakorlást, és majd a nyári szünetre pedig jó vakációt. Köszönjük szépen! Annyit szeretnék nektek mondani, hogy ugye tudjátok, hogy nem csak gyalogosok közlekednek meg kerékpárosok az úton, hanem mindenféle járművek,
Úgyhogy az udvarunk hátulsó részében hallottuk, hogy megérkezett egy nagyon klassz tűzoltó autó, amit a tűzoltóság biztosított mai napon számunkra. Zsolcsi bácsi hozott nekünk egy nagyon jó munkagépet is, amit megnézhetitek, azzal készítették itt a közlekedési udvarnak a nagy munkálatait. Úgyhogy... És halljátok, be is lehet ülni. A tűzoltó autóba is be is lehet majd ülni, ki lehet próbálni, úgyhogy majd nagyon figyeljétek az óvónéniket, és ők majd fognak benneteket irányítani, hogy mikor melyik járművet lehet majd kipróbálni. Hát szép napot kívánok nektek, és még a nap zárásaként majd meg fog hozzánk érkezni Korondán Peti bácsi, aki egy fagylaltra hív meg benneteket vendégségbe. Még úgy ebéd előtt, de ez titok. Nem mondjátok el senkinek. Ezt anyának nem mondhatjuk el. Vicces Korondán Peti bácsi. Vagyok el egy pár kérdés. Igen. Tárcsát adott. Iskolába. Nagyon jó. Na lányok, gyertek ide, jó? Valahogy a bicót támasszátok le, ha tudjátok, vagy döltsétek el adni arra az időre. És miután elég törékeny hölgyekről van még szó, mindjárt egyes hölgynek adnék egy ilyen védő felszerelést, jó, hogy tényleg biztonsággal közlekedhessetek. Nyugodtan használjátok, sőt, arra kérek benneteket, hogy használjátok is, ez könyök és térdvédő, jó? Hogy mindenki kap egy ilyen csomagot, szívesen. Majd az óvónéni meg a szülők otthon megmutatják, hogy hogy kell föltenni, oké? Még ne bonts. Kapcsolatban a színét! Kuba, kapcsolatban a színét! Kapcsolatban a színét! Egyedül voltam?